Sziasztok! A napokban kommenteltem egy pap YouTube oldalán, ahol készített egy felvételt arról, hogy miért is oltassunk, és hogy megmagyarázta, hogy a keresztény emberek azok, akik Jézusban hisznek, azok oltatnak, mert így tudnak egymásra vigyázni, és ugyanaz a szlog, szöveg, ami lejött az egész világba, és úgy tömören próbáltam megfogalmazni, hogy ne az oltásba bízzanak, hanem forduljanak a Jóistenhez, Jézushoz. És valaki rákérdezett ott a kommentben, és jogosan, hogy mi azt, te soha nem szedtél gyógyszert, aszpirin, stb. És akkor úgy gondoltam, hogy hát ez igaz, erre szeretnék egy rövid bizonyságot tenni, hogy hogy állok én a gyógyszerekkel. Tehát az az igazság, hogy biztos minden ember életében szedett be orvosságot, tehát ez alól nem hiszem, hogy vannak kivételek. És elmondanám, hogy jutottam el életemnek addig a pontjáig, amikor lemondtam mindenféle gyógyszerről, és most már 4 éve annak, hogy egyáltalán nem vettem be semmiféle tablettát. És hálás vagyok a jó Istennek, amiért azok nélkül élhetek, tehát ad nekem napokat, éveket, nem tudom még mit ad és mennyit. És elmerem mondani mindenkinek, hogy ha rámeri bízni az életét a Jóisten, akkor nincs szüksége tablettákra, orvosokra, ilyesmi. Tehát az úgy volt, hogy ugye gyerekkoromban még nem léteztek ezek a bevont, fényes, cuccos tabletták, tehát voltak azok a nagy lapos, és keserű a pirulák, amit nyakra főre nyomtak belénk a szüleink, legalábbis itt ez volt a divat, hogy úgy nőttünk fel, hogy a tablet az az életünk része. Én már akkor nem szerettem lenyelni ezeket, mert minduntalan megakadt a torkomon, és akkor vagy hánytam tőle, vagy vissza kellett köpjem, mert nem tudtam lenyelni, nem voltam rá képes. És akkor sokat kínozott az édesanyám, hogy de le kell nyelni, de meg kell lenni, stb. Mert ha nem, akkor mit tudom én, mi lesz. És akkor próbáltam rábeszélni őt, hogy hagyjon magamra, hogy egyedül vegyem be, mert ha néz, akkor még rosszabb. És hogyha kiabál rám folyton a közben. És akkor megtanultam azt, hogy amikor kiment a szobából, akkor én a tablettát eldugtam, a vizet megittam, és akkor mondtam, hogy bevettem, lenyeltem valahogy. Ami persze nem volt igaz, és tudtam, hogy na, most nekem annyit, tehát vagy meggyógyulok tabletta nélkül, vagy akkor fény derül erre, hogy én igazából eldobtam azokat a keserű pirulákat. És elmerem mondani, hogy minden esetben meggyógyult a tabletta nélkül. Édesanyám azzal a tudattal volt, hogy a tabletták gyógyítottak meg, de jó, következőben is azt adok. Na, ez így ment egész addig, ameddig úgy már nagyobbacska lettem, és volt egy periódus, amikor nagyon nagy fogfájásaim voltak. Tehát volt egy sikertelen fogtömésem, aminek folytán befertőzték a foggyökeret, valami ilyesmi történt, és akkor műteni kellett a foggyökeret, egymás után 2, és akkor nagyon nagy fájdalmaim voltak, akkor muszáj volt fájdalomcsillapítót bevennem, tehát azt éreztem, hogy azt már nem bírom ki. És akkor beszedtem nagyon sokat egymás után, amitől, tehát biztos, hogy túlzásba vittem, nem is volt szokva a szervezetem ezekhez a tablettákhoz, és úgymond allergiás tünetek jelentkeztek, bevittek a kórházba, és akkor ott megállapították, hogy bizonyos fajta tablettára allergiám alakult ki, és többet nem szabad azt bevenni, mert veszélyes, akár bele is halhatok.
Na, ez nekem nagyon jó alibi lett, mert attól arrafele, ahányszor tablettát kellett volna bevenni, én mindig mondtam magamnak, meg a szüleimnek, meg mindenkinek, aki rám akarta erőltetni, hogy én allergiás vagyok mindenféle fajta tablettára. Úgyhogy hagyjanak. Tehát én anélkül is meg vagyok, biztos meg fogok gyógyulni. És ez működött is, tehát tényleg nem szedtem be, mert volt egy periódus az életemben, amikor elég sok migrénes fejfájásom volt, akkor pedig, amikor erőltettek, mert mindenki kolléga, barát, szomszéd, mindenki tudott egy jó gyógyszert. Tehát mindenre van egy jó megoldás, amiért el kell menni a patikába, megvenni, és akkor megvan oldva. Ha ez nem jó, akkor még egy másik, vagy öt másik. És többek között abban az esetben még nyeltem le egy párszor tablettát, de úgyhogy mindig vissza is hánytam. Tehát vagy a szervezetem jelzett, vagy a gondviselőm jelzett, hogy nekem arra nincs szükségem, nem attól fogok meggyógyulni. És így teltek is az éveim tabletták nélkül, nagyon jól megvoltam. És akkor emlékszem, hogy édesapám halála után, tehát őket sajnos nem tudtam soha lebeszélni arról, hogy ne szedjenek tablettákat, mármint a szüleimet. És végignéztem édesapámot, hogy éveken keresztül rengeteg tablettát beszedett mindenre, és mindenféle fajtát, és egyre rosszabbul volt tőlük. Tehát nem, hogy meggyógyult volna, hanem lassan tönkrement az egész szervezete, és ráment az egészsége, míg nem a vesélyi felmondták a szolgálatot, tehát már nem bírták a sok méreganyagot szűrni és tisztítani a szervezetből, és végül abba halt bele. És ez a dolog nagyon megviselt, és akkor úgy éreztem én is, hogy valami nincs rendben a szervezetemben, tehát nagyon rosszul voltam, fejfájás, szédülés, rosszul létek, stb. És akkor az édesanyám rábeszélésére elmentem egy vérvizsgálatra, amikor is kiderítették, hogy ez bizony szép szóval megnevezve pajzsmirigy elégtelenség. Na most elküldtek egy szakorvoshoz, az ilyen vizsgálatot csinált, felírta a csodaszert, azt mondta, hogy egy hónapig szedjem be, úgy az adagot, ahogy kell, ahogy ő felírta, és akkor ő menjek vissza hozzá, hogy nézze meg, hogy merre alakult, hogy meggyógyulok-e, vagy nem. Legalábbis én ezt értettem. Be is tartottam azt, amit ő előírt, és egy hónapig, egy kerek hónapig szedtem minden reggel, és talán délbe is kellett venni, már nem tudom, abból a méregből. Amikor eltelt a hónap, akkor nagy reményekkel visszamentem vizsgálatra, újból elvégezte ugyanazt a sor vizsgálatot, és kijelenti, hogy na, hát akkor most jó. És rákérdezek, hogy jaj, milyen jó, akkor most ugye nem kell többet szednem, tehát meggyógyultam. És azt mondja az orvos, hogy jaj, nem úgy értette, hogy meggyógyultam, hanem hogy az a jó, hogy nem lett rosszabb az állapotom. És akkor erre kicsit úgy megdöbbentett ez az egész, hát mondom, álljon meg a verekedés. Akkor most azért szedtem én egy hónapig ezt a tablettát, hogy fenntartsam a betegséget a szervezetembe, hogy nagy meg tudjak gyógyulni. És akkor ő erre kimagyarázta, hogy hát ez nem úgy van, mert ez ilyen népbetegség, hogy ebből nem lehet meggyógyulni. Tehát én nehogy azt gondoljam, hogy én egy hónap alatt meg tudok belőle gyógyulni, mikor ez egy gyógyíthatatlan betegség. És ezzel kell együtt élni, és szépen megmagyarázta nekem, hogy ez már most már ilyen, tehát ebbe a stresszes világba, tehát most az a csoda, ha valaki nem pajzsmirigy beteg. Húha, hát én le voltam döbbenve, és úgy kijött belőlem ott az orvos előtt, hogy hát én nem hiszem, hogy erre teremtett volna a Jóisten, hogy még 40 éves sem vagyok, és gyógyszerekkel éljek, amennyit adott a Jóisten, azt úgy éljem le, hogy függök a mérgektől. Hát én ezt nem hiszem. Hát végül mondta, hogy folytatni kell, tehát ugyanúgy szedjem tovább, majd egy hónap múlva ismét jöjjek vissza. Hát én hazamentem,
még volt abból az adagból, amit először felírt. Azt megfogtam, azt a doboz gyógyszert. Emlékszem, hogy egy olyan kukánk volt, hogy úgy lábbal fel lehetett nyitni. Lenyomtam azt a pedált, és beledobtam, felnyílt a födele, beledobtam a tablettát. És hangosan mondtam, hogy engem nem azért teremtett a Jóisten, hogy én szedjem ezeket a mérgeket, és hogyha ő megteremtett, megalkotott, és ha valami áramlott bennem, akkor egyedül ő képes megjavítani is engem, meggyógyítani. És hála a Jóistennek, és dicsőség neki, én azóta nem szedtem gyógyszert, tehát semmire. Nem is volt rá szükségem, és eszembe sem jutott. Tehát ha valami fájt, valahol fájt, nem az volt az első gondolatom, hogy mit lehet venni a patikába, vagy fussak a szomszédba, hogy adjon egy fájdalomcsillapítót, vagy valamit. Hanem azon gondolkoztam, hogy valami nincs rendben. Tehát a lélek ugye az jelez. Tehát az úgy tud jelezni, hogyha elfolytsuk a lelkiismeretet, akkor a testen keresztül jelzi, hogy valami nincs rendben. És én igyekeztem figyelni a léleknek erre a jelzéseire. És elmondhatom, hogy azóta, és ennek körülbelül 4 éve, azóta nem vettem be gyógyszert. És élek, képzeljétek el. Tehát élek, egészséges vagyok, nem függök gyógyszerektől, nem nézem a gyógyszerreklámokat, mert szerintem ott csapnak be egy csomó embert, hogy mindenre van megoldás. Tehát minden problémára, ami még nem is létezik, még arra is van megoldás. És rávezetik az embereket, egészséges embereket is meghűítenek azzal, hogy te beteg vagy, vigyázz, mert hogyha ezt érzed, vagy azt érzed, akkor az az előjele ennek, meg annak a betegségnek, és akkor jobb, ha megelőződ. És nagyon sajnálom azokat az embereket, akik már a reggeljüket azzal kezdik, hogy bevesznek egy marék mérget, délben ugyanaz, este ugyanaz, és még 3 orvoshoz elmennek, mert valaki ajánlotta, hogy az ügyesebb, az jobb, annak több tehetsége van, meg jobb műszerei vannak, és az engem is az gyógyított meg, és így tovább. Ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy hiteles legyen az a kommentem, amit oda írtam, hogy ne az orvosokhoz forduljatok, és ne az oltásokban bízzatok, mert egyik sem fog meggyógyítani, sem az orvos, sem a tabletta, sem az oltás. Egyedül a mi alkotónk, a mi teremtőnk ismeri a mi szervezetünket, és ahogy egyediek vagyunk, és másképp nézünk ki fizikailag kívülről, ugyanúgy belülről is, tehát más a szervezetünk. Hogy tudna egy milliárd számra előállított gyógyszer meggyógyítani minden egyes embert, vagy megvédeni egy láthatatlan, vagy egy látható betegségtől? Ez mese. Tehát aki ezeket elhiszi, annak csak a Jóisten világítását kérem az ő életére, hogy valamilyen úton, módon kezdjen el gondolkozni. Tegye fel a kérdést, hogy tényleg te, mi van az, hogyha ezeknek igazuk van, akik ellenzik, vagy akik nem akarják beoltatni magukat, vagy akik próbálnak gondolkozni. Mi van akkor, ha 1% igaz, amit ők mondanak? És akkor fog segíteni a Jóisten, fog vezetni a lélek is, hogyha elindulsz azon az úton, akkor nincs, hogy ne értsd meg. Mert Jézus vár mindenkit. Nincs olyan, hogy ő valakinek hátat fordít, aki megkéri, hogy nézzen rá, adjon választ és gyógyítsa meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!